Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus, az Istenek a báránya, ki elvette a világ bűneit, és megáldoztatott én érettem is. Hordozta az én bűneimet, amit fölvitt a testében a Golgotai keresztfára, és megfeszítetett, és meggyógyultam az ő sebeiben. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus által megjelent a romolhatatlan, halhatatlan élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. És hiszem, hogy ez az élet diadalmaskodott a sátán fölött, a birodalma fölött, a pokol és a halál erői fölött, sőt, a pokol királya fölött is. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat és diadalt aratott rajtuk. És az én bűneimet is eltörölte, és hiszek a vérében, hogy a vére által megbocsátott nekem is, és eltörölte a bűneimet, és megigazított engemet, ingyen kegyelemből, érdemtelenül, és ezért magasztalom az Urat, teljes szívemből, lelkemből, és minden erőmből, most is mindörökké, az Úr Jézus nevében. Amen. Halleluja. Tehát Ézsaiás könyvének az 54. részétől olvasom, a 60. részig. Újjong, te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál. Mert többek az elhagyottnak fiai, a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpityait terjesszék ki. Ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magot népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfelejtkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltódnak Izraelnek szentje. Az egész föld Istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Busulásom felbuzdultában elrejtettem arcomat egy szempillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nekem, mint a Noé özönvize. Miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek. De az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Íme ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránát kövekből. És egész határodat drága kövekből. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz.
aki ellened összegyűlik, elesik általad. Íme, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Ó, mindnyájan, kik szomjuhoztok, gyertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjön lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget. Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Íme, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Íme, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsájtásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, és nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus növekedik, és bogáncs helyén mirtusz növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Így szól az Úr, őrizzétek meg a jogosságot, cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. És nem mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adta magát. Bizony, elszakaszt az Úr engem az ő népétől. Nem mondja a herélt sem, íme én megszáradt fa vagyok. Mert így szól az Úr a heréltetnek, akik megőrzik szombataimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez. Adok nekik házamban és falaimon belül helyet, és olyan nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész. És az idegeneket, akik az Úrhoz adták magukat, hogy neki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy ő néki szolgái legyenek mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat, szent hegyemre viszem fel ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában. Egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert házam imádság házának hivatik minden népek számára. Így szól az Úristen, aki összegyűjti Izrael elszélett fiait, míg gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez. Mezőnek minden vadai, gyertek el enni, erdőnek minden vadai, őrállói vakok minnyájan, mit sem tudnak, minnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni,
álmodók, heverők, szunnyadni szeretők, és az ebek telhetetlenek. Nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni. Mindnyájan a maguk útjára tértek, kiki nyeresége után mind együtt. Gyertek, hadd hozzak bort, és ígyunk részegítő italt. És legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettébb. Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki. És az irgalmasságtevők elragadtatnak, és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes utaikon járának. És ti közelegjetek ide, szemfényvesztő fiai, paráznának magva, ki paráználkodsz. Kifelet örvendeztek, ki ellen tátjátok fel szátokat, és öltitek ki nyelveteket. Nem ti vagytok-e a bűn gyermekei, a hazugságnak magva, akik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt, megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt. A folyónak sima köveiben van örökséged. Azok a te részed. Töltöttél nekik italáldozatot is, vittél ételáldozatot, és én jó néven vegyem-e ezeket. Magas és felemelkedett hegyen helyezted ágyadat. Fel is mentél oda áldozni áldozatot. Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet, és tőlem eltávozván fölfetted ágyadat. Fölmentél rá, és megszélesítéd, és szövetséget szereztél velük. Szeretted ágyukat, amerre csak láttad. És mentél a királyhoz olajjal, és megsokasítottad keneteidet, és elküldted követeidet messze földre, és megaláztad magadat a sírig. Nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad. Mind hasztalan. Erőd megújulását érezted, így nem lettél beteg. Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudtál, és rólam meg nem emlékeztél? Szívedre sem vetted. Vagy azért nem félsz engem, hogy hallgatok már régtől fogva? Én jelentem meg igazságodat, és csinálmányaid nem használnak neked. Ha kiáltasz, szabadítson meg téged bálványaid raja. Mindnyájukat szél viszi el, lehelet kapja fel, és aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet. És szól egy szó. Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat. Vegyetek el minden botránkozást népem útjáról. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem minden, ha haragszom. Mert a lélek előttem megepedne, és a lehelet, akiket én teremtettem. Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtettem magamat, és megharagudtam. És ő elfordulva szíve útjában járt. Utait láttam, és meggyógyítom őt. Vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr. Én meggyógyítom őt, és a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Következik Németh Sándor napi üzenete. Egyre jobban fogjuk érteni a Jelenések könyvét abban az esetben, hogyha, ahogy János mondja, nem teszünk hozzá a Jelenések könyvébe, hanem alávetjük magunkat, úgy fogadjuk el, ahogy le van írva, és szemléljük azokat a szellemi képeket, víziókat, amiket elénk tár János, és a Szentlélek, és az az angyal, mert itt azt mondja, hogy az az angyal, amely megmutatta ezt a látomást, az bennünket is fog segíteni abban, hogy ezek a látomások, illetve ezek a víziók,
vízióknak a kijelentései valósággá váljanak az életünkben. Dicsőség az Úrnak! Ezért boldogok, akik olvassák a jelenések könyvét. És ilyen látomásokat úgy kell olvasni, hogy ne akard egyből megérteni és megfejteni, hanem szemlélni kell, egy víziót szemlélni kell. A Bibliában a látomásokat így kell olvasni. Először elfogadod, úgy, ahogy az le van írva, és szemléled, magad előtt tart. Nem beszélsz róla, hanem nyeled le, a szellemedbe tartod. És hagyod, hogy segítségül legyen a menny, a Szentlélek, és az az angyal, mert vannak magyarázó és tanító angyalok. És különösen látjuk, hogy a jelenések könyvének van egy angyala. Az, aki megmutatta Jánosnak ezt az egész csodálatos kijelentés sorozatot, látomás, vízió. És megígérte itt az angyal, hogy ne imádj engemet, én szolgatársad vagyok. Szolgatársad vagyok. A görög is ezt tartalmaz. Te szolgatársad vagyok. Azért vagy van itt most is közöttünk ez az angyal, hogy minél közelebb kerüljünk ezekhez a kijelentésekhez, és ezek a kijelentéseknek a tartalma, világossága egyre jobban átjárja a szívünket és az elménket. És ha nem teszünk vele erőszakot a jelenések könyvébe, hanem olvassuk, mind a képeket kitesszük a falunkra, nézzük, egyre többet kapunk belőle. Különösen azoknak, akik alázatosan szemlélik a jelenések könyvét. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Smith Wigglesworth, a tűzben edzett hit. Kiadta a Patmos Records 2022-ben. Fordította Pászti Éva. 20. fejezet. Mutasd be Isten dicsőségét. Ezek az utolsó napok, a hitehagyás napjai. Ebben az időben a sátán nagy erőre tesz szert, de ne felejtsük el, csak annyira, amennyit engedünk neki. Nagyszerű dolog, hogy Isten megszabadít a világtól, megszabadít ezernyi dologtól. Mindenben Isten akaratát kell keresned, különben akadályozod a munkáját. A következő leckét egy Ausztráliába tartó hajóúton tanultam meg. Megálltunk Aden kikötőjében, ahol mindenfélét árultak. Többek között néhány csodálatos szőttest, valamint rengeteg struc tollat. Egy, az első osztályon utazó úriember struc tollat akart vásárolni. Vett is egy köteggel. De még egy eladó köteg már túl nagynak bizonyult neki, nem akart olyan sokat venni. Csatlakozna hozzám? Kérdezte tőlem. Nekem eszem ágában sem volt struc tollat venni, mert nem tudtam volna hova tenni őket, és fogalmam sem volt, mihez kezdhetnék velük. Ez az ember azonban egyre csak kérlelt. Világosan éreztem, hogy ez a Szent Szellemtől van, ezért igent mondtam. Megegyeztünk, hogy megvesszük a tollakat $15. Aztán kiderült, hogy nincs nála pénz, de azt mondta, a kabinjában majd megadja. Ismét éreztem a Szent Szellem jelenlétét, így hát nekem jutott osztályrészül, hogy kifizessem a tollakat. Majd odaadom az egyik utaskísérőnek a pénzt, mondta az úriember. Nem, ezt nem így kell elintézni. Engem ismernek az egész hajón. Keressen fel! Válaszoltam. Amikor ez az ember odahozta hozzám a pénzt, ezt mondtam neki. Isten azt akarja, hogy beszéljek önnel. Üljön le! Így hát leült, és 10 percen belül az egész élete egyensúlyát vesztette. Szálakra bomlott, és darabokra tört. Annyira, hogy mint egy kisbaba zokogott, és üdvösségért esdekelt. És mindez a tollaknak köszönhetően. Soha nem fogjuk megismerni Isten akaratát, amíg meg nem tanuljuk felismerni a hangját. Mózes életében az a megdöbbentő, hogy 40 évig tanult emberi bölcsességet. A következő 40 évben felismerte tehetetlenségét. Ezután 40 évig Isten erejében élt. 120 évet vett igénybe ennek az embernek a kitanítása. És néha úgy tűnik nekem, hogy nekünk is sok évre van szükségünk ahhoz,
hogy megtanuljuk felismerni Isten hangját, vezetését és ránk vonatkozó teljes akaratát. Úgy látom, hogy minden kijelentésnek, minden megvilágosodásnak, mindennek, amit Isten adott Krisztusban, tökéletes világosságra kellett jönnie, hogy képesek lehessünk ugyanúgy élni, és ugyanazt véghez vinni, mint ő. És minden tevékenységünkben Isten fiai lehessünk, akik erősek. Nem korlátozhatjuk a szentet. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten azért szült minket, hogy természet fölöttivé tegyen, hogy szüntelen természet fölötti módon változhassunk, hogy minden nap annyira a Szent Szellemben élhessünk, hogy Isten valamennyi kijelentése olyan legyen, mint egy szemünk elé helyezett festmény, amelyen világosan, lépésről lépésre kibontakozik előttünk az Úr teljes isteni akarata. Mint a kisgyermekek. Az a gyülekezet, amely kezet emel a Szent Szellem munkájára, biztosan ki fog száradni. Egy gyülekezetnek arra kell törekednie, hogy olyan szabad legyen a szellemben, amennyire csak lehetséges. Ha nem vagyunk elég bölcsek, könnyen elfojthatjuk Isten rajtunk lévő erejét. Egyértelmű tény, hogy az összejövetelen akár egyetlen személy is, aki hitetlenséggel van tele, helyet készíthet az ördög számára. Nagyon is igaz, hogy ha nem vigyázunk, kárt okozhatunk olyan személyek szellemében, akik ártatlanok ugyan, de képtelenek segíteni magukon. Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk a Családban maradt című sorozatunkat Németes Judittal, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Szia! Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Múltkori adásunkat ugye úgy fejeztük be, hogy a szeretetet szavakkal mennyire kell kifejezni így a házastársunk felé, és ezzel kapcsolatban is nyugodtan írjatok, hallgatók, hogyha vannak példák, kérdések, illetve itt jegyzem meg, hogy az eddig küldött kérdéseket sem felejtettük el, azokra is válaszolni fogunk a következő adásban, majd sorra veszük a kérdéseket, tehát nem felejtődik el egyetlen egy kérdése. Na de akkor innen folytatnánk tehát, hogy ugye múltkor is fölvetettem, hogy mennyire kell egymást úgy szólítgatni, hogy édesem, drágám, így szeretlek, úgy szeretlek, illetve ebben is lehet szerintem különbség a házastársak között, hogy esetleg az egyik fél jobban elvárja, hogy azt mondja a másik, hogy vagy kifejezze a szeretetét, a kedvességét irányában szavakkal, tehát most kifejezetten a kommunikációról van szó, a másik meg talán más kultúrából jön, és ezt olyan lazábban kezeli. Igen, hát az maga nem egy pozitív dolog, hogyha az ember mindig elvárja, hogy ő neki fejezze neki valamit, mert ugye a házasság nem kifejezetten erről szól, és nem is ezért van, hanem azért van, hogy egymást támogassuk, valóban szeressük, de én a magam részét tegyem bele. Tehát persze kap is az ember, de hogyha csak arra van beállva az ember, hogy neki mi jár, az már nem egy jó indulás a házasságra. És ismerkedés, jegyesség alatt ez a fajta kommunikáció már olyan értelemben kialakul, hogy meg lehet sejteni azokat az igényeket, illetve azt a szóhasználatot, ami egymás között majd meg lesz ezen a területen is. Tehát, hogyha egy fiú szeret így szerelmet vallani, akkor nyilván SMS-ekben, meg néha ki tudja ezt fejezni verbálisan, közvetlenül is. Igen. És van, akinek ez a jó, és van, akinek ez nagyszerű, követelni meg ezt, igényelni azért nem kellene. Viszont valamiféle módon mindenképpen megnyilvánul a szeretet, sokféleképpen, és ezért vigyázunk a megcsaláztatásra, hogyha valaki nem annyira gyakori módon ismételgeti, hogy szeretlek, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem szeret. Van, aki egyáltalán nem is mondja a másiknak. Nem feltétlenül kell ezt kimondani. Tehát van egy olyan kultúra is, hát
gondoljunk Lír királyra, illetve egy tulajdonképpen egy ősi mesére is, ami adta az alapját ennek a történetnek, hogy ugye a király megkérdezi a gyermekeitől, hogy hogy szeretik őt, és akkor tudjuk ezt, hogy, igen, hogy aki a legjobban ömleng, később az lesz a leggonoszabb, és ugye mondja a Salamon is, hogy temérdek a gyűlölet csókja, most nehogy félreértsük, tehát azért a csók a házasságban az nem a gyűlöletből jön, csak azt akarja kifejezni ezzel az Isten beszéde, hogy nem feltétlenül annak a sokaságában, a kedveskedés sokaságában van az igazi szeretet, és még a derékasszonyról is azt mondja az ige, hogy család a kedvesség, és hiába való a szépség. Tehát, hogyha az, hogy hizelgő, és állandóan szép dolgokat mond, az még nem biztos, hogy szeretet, hanem az a szellem, ami átjön, az vajon épít-e, vajon az őszinte, tiszta-e, akkor igen, de nem feltétlenül. Tehát nem feltétlenül a szavakban nyilvánul meg. És régen voltak olyan kultúrák, hogy keveset beszéltek az emberek, vidéken, Magyarországon, még ennek ugye lehetett az irodalomban is nyomát találni, hogy nem beszéltek sokat, de mégis őszintén elkötelezettek voltak így a kapcsolatokban, és kevés szavakkal is ki tudták fejezni a szeretetüket, és hát nem beszélve a tettekről, és ne felejtsük el, hogy tettek. A szeretet, ugye János apostol azt mondja, hogy ne szeressünk csak szóval és nyelvvel, hanem cselekedettekkel, uh-huh, és valóság, cselekedettel és valósággal. Ez most jó, hogy a házasságban nem azt jelenti, hogy ne fejezzük ki ezt verbálisan a szeretetet, csak azt szerette volna ezen hangsúlyozni, hogy sok férfinél különösen nem feltétlenül azon múlik, hogy hányszor mondja, hogy szeretlek, hogy szeret valakit, hanem meg kell nézni a cselekedeteit, meg kell nézni a döntéseit, és így tovább. Tehát egy asszony nagyon jól teszi, hogyha nem nyaggatja a férjét, különösen, mert az meg egy visszatetsző jaj, dolog. Mondd már, hogy szeretlek. Ja, ez borzalmas. Hát szóval az ember beleképzeli magát, most jó, nehéz egy férfi helyébe beleképzelni, de ez borzasztó lehet hallani, hogy egy nő így, így nyúzza azért a férjét, hogy ő szeresse, és egyébként el kell mondanom, hogy minden esetben, akiket pásztoroltunk, és amilyen eseteket hallottunk, az ilyenfajta követelőzés az ellenkezőjét váltja ki. Soha nem a szeretet. A szeretetet nem lehet így kikövetelni. Igen. Ha már említetted, hogy cselekedetek, tettek, azok talán fontosabbak, mint a szavak, sőt nem talán, hanem fontosabbak. Most itt gondoljunk például az ajándékozásra, ajándékokra is. Igen. Tehát ugye jöhet a másik születésnapja, névnapja, igen, vagy házasság évforduló. Ezeket azért úgy jó figyelembe venni? Hát az ajándék az nagyon bibliai, gondoljunk bele, amikor Ábrahám szolgája elindult, és tudjuk, hogy Rebekának milyen értékes ajándékokat vitt, ezzel együtt senki nem követeli a mai fiatal emberektől, hogy ilyen tíz tevényi ajándékkal állítsanak be a mennyasszonyukhoz. Az biztos, hogy az ajándékozás azért, ha szimbolikus is, ha egyszerű is, és nyilvánvalóan az anyagi színvonalhoz van kötve, és ez egyáltalán nem probléma, ha szerény is, de vele jár a jó kapcsolattal, és nyilvánvalóan szokták is a fiatalok egymást megajándékozni, még néha mennyasszonyok is a vőlegényeket, de nyilvánvalóan azért az erőteljesebb bibliai modell az, hogy a vőlegény ajándékozza meg például ugye gyűrűvel és ékszerek a mennyasszony, illetve hát ez hozzátartozik. Az ajándék az kifejezi valóban, ez egy tárgyasított szeretet. És ez a Bibliában több helyen előfordul, még párkapcsolat nélkül is, gondoljunk csak Jákobra, amikor meg akarta engesztelni a bátyját, Ézsaut, és akkor mondta, hogy megengesztelem az ajándékkal, ami előttem megy, és talán kedves leszek ő előtte. Tehát, hogy ezzel kapcsolatot épített az ajándékkal, a Közel-Keleten ősi szokás így megvendégelni egymást, megajándékozni egymást, ilyen gesztusokat tenni, hogy a kapcsolatot megerősítsék, hogy kifejezzék a tiszteletet, a szeretetet ilyen módon. Uh-huh. Tehát ez nagyon bibliai. Na most ez a kérdés, hogy ez konkrétan mennyire kell kötődjön a születésnapokhoz, névnapokról le is beszélve, mert az annyira sokan nem. Sokan nem tartják. Nem, mert az már sok is lenne. Igen. Aztán házassági évforduló, karácsony és hasonlók. Na most, ha az ember így végigvesz sok ilyen eseményt, akkor se vége, se hossza az igen, ilyen alkalmaknak. És azt látjuk a gyülekezetben, hogy akik azért elfoglaltak a szolgálatban, és hát nyilván nagyon gondosak a munkában, családjukban, azért nem feltétlenül érnek rá minden ilyen dolgot megünnepelni, mert hát
valójában, amikor összegyűlünk az Urat dicsérni, meg együtt az Isten tiszteleten, az is az egy óriási ünnep. És az ember nem érzi azt, hogy ennyire hiával volna az olyan eseményeknek, ahol ünnepélyes érzések jönnek az életébe, mert azért kap ilyeneket minden héten, ha akar, és ezért nincs számomra például olyan jelentőség, ezzel együtt én meg vagyok ajándékozva még felettébb is, mint ahogyan elvárnám születésnapokon is, meg más alkalmakkal is, de mégsem érzem azt, hogy ez annyira létfontosságú dolog lenne a hívő életben, hogyha netán mondjuk más valahol elfelejtik azt, hogy ajándékozzanak születésnapokon, vagy évfordulókon, hogy az olyan rettentő nagy mulasztás vagy tragédia lenne. De ez is már elnézést, nem egy picit korral jár, hogy fiatalabb korban talán nagyobb hangsúlyt, vagy fontosabbnak érzik a házastársak, például a feleség, hogy mondjuk kapjon ajándékot szülinapjára is. Mondjuk nem egy ilyet hallottam, hogy zokon veszi a feleség, hogy a férj, hát elfelejti a szülinapját, hát, is nem kap semmit. Kell venni, hogy férfi embereknél gyakoribb az annak előfordulása, hogy ilyen dátumokat, például akár a gyerekek születésének dátumait is, meg más ilyen adatokat nem jegyeznek meg mindenféle rossz indulat nélkül, és mindenféle szeretetlenség nélkül, és ez például a házassági tanácsadó könyvekben is rendszeresen szerepel, hogy egy férj leírja, hogy micsoda retorzió érte őt azért, mert elfelejtette a házasság évfordulójukat, és ebből olyan patália lett, hogy hát egy komoly értekezést ír utána arról, hogy ezeket hogy kell kezelni, és így tovább. Igen, mert van olyan nő, aki ezt úgy fordítja le, hogy aha, hát akkor neki nem is fontos az, hogy mi összeházasodtunk. Hát nem gondolnám, mondom, hogy tehát ez kultúra függő, vannak olyan családok, ahol ezek létkérdés számba mennek, és tudok ilyet a rokonságomban is, hogy nem létezik, hogy egy születésnap vagy egy névnap elfelejtve legyen, és azt nagyon-nagyon meg kell ünnepelni, de tulajdonképpen mondom, ez nyilvánvalóan olyan helyeken a legnagyobb jelentőségű, ahol más fontos dolgok nem történnek az életben, de a gyülekezetben nagyon sok minden történik, és mondom, mi megajándékozunk egymást, nem csak a családon belül, hanem egy baráti körön belül is, de mégse érezzük azt, hogy ennek olyan szakrális jelentősége lenne, hogy ez ennyire bejátszana a kapcsolatokba. Tehát... Igen, de hogy említetted, hogy azért van jelentősége ugye az ajándéknak. Az ajándéknak van, de és lehet, rosszul eshet lehet, az egyik félnek, hogyha sose kap ajándékot a másiktól. Az már egy más kérdés. Igen, hát ezt én nem tudom elmondani, mert én eléggé, hála Istennek, el vagyok kényeztetve ilyen területen, de igen, hát az valóban, ha egy feleség soha nem kap ajándékot a férjétől, de ugyanakkor neki is kell, tehát ezt meg kell értenünk, mondom, hogy megint nem arra állhatunk rá, hogy nekem adjanak, hanem neki is ki kell fejezni olyan gesztusokat, és szintén ajándékoznia, mert a házasságban azért van kölcsönösség, ne felejtsük el. Tehát ő oda, szintén odafigyelhet a férjének az évfordulóira, és a születésnapjára, és karácsonyra, és egyebekre, vagy még évfordulóktól függetlenül is, hogy mire van szüksége, és akkor erről megemlékezhet. Viszont az valóban kellemetlen, hogyha a hölgy nem találkozik sohasem azzal, hogy a férje ilyen nagylelkű lenne irányában, és valamilyen módon, ha nem a születésnapján, akkor más alkalommal, de megajándékozza őt. De itt is az a probléma, hogy nem lehet ezt szemrehányóan előadni, mert ezzel nem segít az ember a helyzeten, hanem... Kezdeményezni kell talán? Kezdeményezni maga részéről, és valahogy meg kell érteni, lehet, hogy a férjnek a családi kultúrájában ez nincsen annyira benne, tehát nem szokták meg. És ha nem szokták meg, akkor ezen át kell siklani, hogy ő nem lehet megváltoztatni? Meg lehet. Hogyha olyan a kapcsolatuk, hogy ezt ilyen baráti, indulatmentes módon meg lehet beszélni, akkor meg lehet beszélni. Mindent meg lehet beszélni. Uh-huh. Megfelelő hangnembe, de sírással, keserűséggel, vádaskodással, hogy te nem szeretsz, meg most is bebizonyítottad, és egy egész estés batáliát rendezni. Ennek nem meg, szólok a másik. Nem szólok hozzám két napig azért, mert elfelejtette a házasság évfordulót.
Ez nem nagyon, megoldás. Nagyon kontraproduktív. Igen. A testi kontaktusnak, tehát például az ölelés, a puszi, a kézfogás, mekkora a jelentősége a házastársi kapcsolatban, mekkora szükség van erre? Hát ez is emberfüggő, tehát nyilvánvalóan egyénfüggő. Attól függ, hogy ők ennek mennyire jelentőséget tulajdonítanak. Van, ahol megvannak enélkül. Általában a pszichológusok ajánlják időnként, de ez se jó, hogyha egy ilyen gyógyszerszerűen szedik be, hogy eleve a szükség, akkor gyakoroljuk, hanem ennek spontán kell ennek jönni. Én azt látom, hogy ehhez egy jó hangulat kell. Ebben a hölgynek van szerepe, hogy jó hangulatot teremte a családban, vagy pedig rosszat. Uh-huh. Ha a rossz hangulatot teremt a fagyos, rideg, keserű, szemrehányó megjegyzésével, akkor nem lesz ölelés, az biztos. Mert ugye a hölgyeknek nagyobb az igénye erre, bár olyan esetről is hallani, ahol a nő kevésbé aktív ezen a téren, és inkább a férfi vágyik arra, hogy öleljék. Igen, ezt én olvastam, hogy hát nem tudom, ezt férfiaknak kell megerősíteni ők, ez nem tudok hozzászólni, de igenis van igényük arra, hogy ilyen gesztusokat tegyenek feléjük, mert jól esik. Uh-huh. És akkor ha egy nőnek ez kicsit olyan kultúra idegen, akkor mit csináljon? Igyekezzen tanulni, mint ahogy keresztények mindent megtanulhatnak. Tehát azt a szintet, ami alapvetően szükséges, azt meg tudja tenni. Uh-huh. Még ha nem szívből jön, akkor is? Ez szívből jön. Én hitből, ami hitből van, az szívből is van. Tehát én nem gondolnám, hogy ez gond lenne, mert ezt hitből kell csinálnia azért, hogy a másiknak jót tegyen vele, és akkor már szívből jön. Igen, el kell kezdeni. Minden kezdet nehéz, de el kell kezdeni. Meg kell tanulnunk a házasságban egy bibliai kultúrát, azért, hogy szebb legyen, mélyebb legyen a kapcsolat, fenköltebb legyen, hogy megszabaduljunk a közönséges tradícióktól, ami Magyarországon van, és nem csak kommunista vagy materialista, hanem vallásos közegben is sok durva, kemény szó hangzott el, hát a magyar irodalomban lehet követni. Több magyar családregény van, ahol az emberek nem tudnak más csinálni, csak vádolják egymást. És mindenféle, hát mondhatnánk, szidalmakkal illetik egymást, és mindig konfliktusok vannak, mindig vetekedések vannak, szemrehányások vannak, ősi konfliktusok vannak, hát akár a Jókai regényeket, vagy Szabó Magda könyveit néznénk, vagy más, vagy akár a Toldinál látjuk, hogy milyen párbeszédet folytat a két testvére egymásról. Egy maga a gyűlölet jön ki ezekből, és azért itt egy nagyon nehéz tradícióval állunk szembe, de meg lehet tanulni a bibliai kultúrát. Igen, ha már fölhoztad a közönségességet, ez is nagy probléma lehet házasságon belül, ugye, hogy egy idő után, vagy nem is kell eltelnie sok időnek, hogy mondjuk az egyik fél egy kicsit eleressze magát, és közönséges szokások megnyilvánuljanak. Most hadd nem mondja a konkrétumokat, de nagyon zavaró lehet. Ezt is valahogy meg kell tanulni, igen, kezelni a másiknál. Igen, úri módon kell a mosdóval is bárni, hogy így mondja, és más dolgokkal is, tehát, hogy nem... Az étkezésnél. Étkezésnél is, tehát az ember az otthona az nem a testi ember kiterjeszkedésének a helye, hanem szellemi emberként kell. Hát Jézus megszentelte az asztalt. Amikor ő étkezett, akkor is a szent dolgokról beszélt. És természetesen minden problémát is megbeszélhetünk az asztalnál, tehát nem arról van szó, akár gyermeknevelési, vagy egyéb aktuális dolgokat, de akkor sem mindegy, milyen szavakat használunk, egymást, hogy szólítjuk, hogy veszünk ott részt. Mert Isten mindenhol lát is bennünket, és a keresztények meg tudják ezt tanulni, hogy az asztaluk is egy megszentelt hely legyen, ahol nyilván nem egy ilyen fenkölt modort öltünk, tehát nem egy ilyen vallásos természetellenességbe, hanem egy oldott, vidám módon, de mégis azért egy bizonyos színvonalnak kell lenni az otthonba. Igen, talán jellemző probléma, hogy néha az emberek a konyhában úgymond jobban eleresztik, igen, magukat, és a kommunikációban is, tehát egy közönséges szavak hagyják. Azt sajnálom, hogyha keresztényeknél ez van, azt nagyon sajnálom. Csak lehet, hogy ők nem is tudják, hogy ez már nem fér bele. De nem fér bele. Nem férnek bele a közönséges durva szavak az otthoni kommunikációba sem. Főleg egymás fele, de még ha egy történetet mond el valaki, akkor sem. Hát mondom, ez alap az, hogy Jézus azt mondta, hogy minden beszédért az emberek számot fognak adni. Tehát az ember úgy beszél, remélhetőleg, és nyilván ezt most én megint csak úgy mondom, hogy törekszem erre, de azért hát közönséges szavakat én magam nem is hallottam, még az én otthonomban sem, amikor gyermek voltam. Jössz. Tehát ott durva szónak nem lehetett elhallani.
elhangzani. Az egy nagy felekezeti család volt, de ilyen nem volt. Nem volt megengedve. Én ezt nem bánom, hogy megkövetelték ez akkor. Ez polgári családoknál jellemző, igen. De ugye vannak olyan családi tradíciók, ahol meg ennek pont de ez nem családi tradíció kérdése. Azt mondta Pál apostol, hogy semmilyen ruhat beszéd. Pontosan a 4. fejezetbe, Efézusi levélbe, és pontosan az 5. fejezetbe is kitér arról, és akkor már föl is olvasom, hogy parázdaság pedig akármely tisztátalanság, ez a 3. verstől, vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undogság, sem bolond beszéd, vagy trágárság, amelyek nem illenek, hanem inkább háladás. És előtte mondja a 4. fejezetnek a 29. versében, hogy semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származik, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ez otthonra is vonatkozik, és meg is indokolja Pál apostol, hogy mi szentek vagyunk az otthonunkban, és nem csak a gyülekezetben, hanem az otthonunkban. És mondom, nem kell ez semmilyen mesterkéltség, hanem egyszerűen azt a nyelvet kell használni, amit az Isten igéje használ, és nem pedig a világban levő trágár szavakat. Azokat ki kell szűrni. Én láttam embereket megtérni már a 80-as évek elején úgy, hogy soha többet, én biztos vagyok benne, hogy előtte használtak olyan szavakat, soha nem ejtettek ki már utána, mert ők őszintén, őszintén tértek meg. És tudták, hogy a nyelvüknek is meg kell térni. Mert ugye ezt érzi az ember az otthonában is, nem, hogy azért leereszt, elveti a súlykot, és talán itt is jobban kell tudatosítani, hogy bizonyos szavakat nem használok, vagy bizonyos magatartásformákat elhagyok. Hát Isten ott is ott van, tehát ott is lát. Hát ez az alapvető, hogy egy hívő ember tudja, hogy ott is lát. Tehát én nem vonultam el valami rejtek helyre, hanem Isten lát engem, és hall engem, és úgy fog elé állni az ítélő széke elé, hogy az is benne lesz, hogy én otthon mit csináltam, otthon mit mondtam, mit gondolok. Még a gondolatokat is tulajdonképpen erre is vigyázni kell, mert az ember a gondolatokat se hagyhatja meg az olyant, ami nem elfogadható Isten számára. Tehát egy szűrésbe vagyunk állandóan, és ezért a Szentlélek ezt végezni akarja bennünk. Igen. Folytatjuk a kommunikáció témáját, és akkor most konkrétan még egy picit így a tekintélyrendszerre visszatérve, ugye alapkérdés szokott lenni, hogy azért egy feleség szólhat-e, beszólhat-e a férjének, hogyha bizonyos problémákat, gondokat lát nála, ami tegyük föl, hogy jogos. Hát itt megint a beszólás. A beszólás a magyar nyelvben azt jelenti, hogy oda mondogat, és ezzel már elindul a veszekedés valószínűleg, hogy oda mondogat. Hanem itt megint visszatérünk az örökös kifejezésre, amit be kell súlykolnunk magunkba, tisztelet, tisztelet, tisztelet. Igen. Bármiről lehet beszélni tisztelettel és a megfelelő időzítéssel. Mert rossz pillanatban, rosszkor néha a jót sem lehet elfogadtatni, hanem hát a bölcsességet kell kérni Istentől. De erről van szó. Hogyan tudok én tisztelettel szólni? Az benne van, az egy szívbeli viszonyulás, hozzáállás. Tehát bele tudja az ember vinni a szavaiba azt, ami azt közvetíti, hogy tisztellek. És benne tud lenni a szavaikba az, amikor nem tiszteli az ember, hanem csak úgy odavágja. Uh-huh. Amikor azt érzékelteti az a szó, hogy te ki vagy. Uh-huh, uh-huh. És az időzítés, ugye az említetted, hogy igen. Nagyon fontos dolog. Igen. Mi van akkor, hogyha szinte sosincs alkalmas pillanat arra, mert mondjuk mindig nagyon fáradt egy férj, vagy terhelt? Valamikor kell találni egy jó pillanatot. Tehát pont például, amikor nyilvánvalóan mondjuk problémákat megbeszélni nem jó asztalnál étkezés közben, de utána esetleg, vagy... Tehát amikor van egy kis idő otthon leülni és beszélgetni, akkor el lehet. Tehát föl kell ismerni, valahogy figyelni kell az embernek a szellemére, hogy na most ez akkor alkalmas idő-e vagy nem. Aztán az ember a téved, akkor úgyis megissza a levét, hogy tévedett. Ha meg nem téved, akkor jól sül el a dolog. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.